voltam már éhez vele, megmondom őszintén, nagyon jól jött. Éreztem, hogy ma nagyon jó lenne védeni, mert egy fantasztikus közönség, meg tényleg hát nyerni akartunk itthon. Egyszer a Győrt legalább egyszer, hogy kapjuk el ebbe az évbe, de nem, majd a jövőre elkapjuk. Nem is csalódott, hanem dühös vagyok, hogy úgymond nem itt a végét rontottuk el. Most semmi nem változtat, fél óra múlva örülni fogok, hogy fel tudtuk venni versenyt a Győrrel. Úgy éreztem ott 25-24-nél, hogyha egy kicsit még egy-két gólt rá tudunk rakni, akkor talán milyen lehet ez a meccs. Sajnos ott elrontottunk egy-két szituációt. Nem voltunk jól lakva, éhesek voltunk, sikeréhesek voltunk, és meg akartuk verni a Győrt. De hát ez látszik az eredmény is, és azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ma kikaptunk, büszkék lettünk magunkra, mert tényleg remekül kiszolgáltuk a fantasztikus közönségünket. De örülök, hogy megfelelő ellenfele voltunk a Győrnek. Nagyon remélem, hogy jövőre az egy-két játékossal, aki érkezik, ilyen meccseket fognak látni a szurkolók, és újra visszatér a nyílt bajnokság. Az alap dolgaink megvannak, tudunk küzdeni egymásért, jó a közösség, úgyhogy ezen már csak egy szintet kell följebb vinni, és akkor azt hiszem, hogy mi is beletartozhatunk majd a világ legjobb csapatai közé. Egy-két éven belül, ha ez sikerül, akkor én nagyon boldog leszek. Azt gondolom, hogy most már úgy fognak idejönni jövőre, hogy itt azért számolni kell a Ferencvárossal. És ez a legfontosabb szerintem, hogy úgy jönnek ide, hogy ne tudják eljátszani a norvég kézilabdájukat.